Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Vidéki élet, fiatalok vidéken program itt van előttem. Vendégem pedig a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének ügyvezető elnöke Mikula Lajos. Tisztelettel köszöntöm. Jó estét kívánok. Az Agria fontos, egy missziót teljesítenek. Azt gondolom én, hogy ebben a felgyorsult világban soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy a vidéki lét alapfeltételeit megteremtsük, népszerűsítsük még hozzá oly módon, ahogy ezt önök teszik, hiszen a szakmai érdekképviselet mellett a gazdák munkájának és a vidék élet bemutatásának misszióját, népszerűsítését tűzték ki célul, és így is történik. Nos, vesd bele magad program. Na, önmagában a cím is vonzó. Én azt gondolom, hogy amikor ezt 2011-ben elkezdték, ez egy abszolút újdonság volt, viszont bejött, hiszen ez a program részeként a kisiskolás gyerekeket megnyerni, és családjaikat megnyerni, egy kicsit visszamenni a vidéki léthez, a föld szeretetét újra megtanítani, ennél fontosabb nincs. Honnét jött a gondolat? Ez speciál nem saját ötlet, jó pár dolgot mi magunk szoktunk kifejleszteni. Ennek egy nagyon érdekes története van, egy idősebb gazdatárs megunta, hogy a saját unokái, tehát a gazdának az unokái nem ismerték föl a borsót, mint növényt. És gondolt egy merészet, és úgy döntött, hogy az iskolába, ahol a unokái tanulnak, oda ő juttatna vetőmagcsomagot. És az én kolléganőmet, Keser Kamillát, a szövetségünk társelnökét, mint vetőmag termelő és forgalmazó céget találta meg. És mondta, hogy ő vásárolna vetőmagot. Kamillának annyira megtetszett ez az ötlet, hogy mondta, hogy nem kell vásárolni, ő nagyon szívesen ingyen odaadja ezt a vetőmagot, mert ez egy jó ötlet. Meg hát megkértük az urat, hogy hadd csatlakozzunk ehhez a dologhoz. Első évben, ugye 2011 és 15 között futott ez a program már egyszer, első évben összesen 20 iskola volt benne. Aztán a harmadik, negyedik évben ott több mint 400 zsuli volt. Igen, ahogy olvasom itt, hogy a négy esztendő, öt esztendő alatt 93 ezer, ez kicsit, hogy minden négyzetkilométerre jött egy vetőmagcsomag. Igen, igen, igen. Mi volt az elsődleges cél? Ugye ez nem egy szociális program, tehát nem akarjuk mi senkinek a szociális helyzetét megváltoztatni. Ez kimondottan egy szemléletformáló, élményszerzést támogató program. A cél az, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy kertészkedni nagyon egyszerű otthon, egy család a kiskertbe elő tudja állítani a friss szezonári zöldségeinek a nagy részét, hogy a fizikai munkának ugye van becsülete, hiszen értéket termel. A gyerekeknek az életmódját, a táplálkozását ezen keresztül is lehet formálni, hiszen a saját maga által előállított zöldséget bizonyára jobban meg fogja enni, és akkor lehet, hogy később is anyukája jobban rá tudja majd beszélni a borsó főzelékre, meg a borsó levesre. Tehát igazán egy komplex dolog ez. Aki mezőgazdász, az tudja, hogy ez egy csoda, amikor a magból termés lesz, élelmiszerként az asztalunkra kerül. Minél több ember meg tudja ezt a csodát tapasztalni, úgyhogy maga is csinálja, annál nagyobb becsülete lesz talán a gazdáknak, és annál inkább el fogják fogadni, ismerni azt, hogy az élelmiszer előállítás egy nagyon komoly felelősségteljes szakma. Tehát a szemléletformálás és ez egy eszköz, hiszen a szántóföldtől az asztalig ismerjük a szlogent. Az én szlogenem pedig, amit számtalanszor elmondok, itt a mezőföldön a paraszt ne legyen szitokszó. Nyilván nem kell parasztá, földművessé válni annak, aki ebben az akcióban részt vesz, viszont nagyon-nagyon fontos, hiszen ez kétkezi munkára szoktat. Így van. Hogy kezdtek hozzá? Nem volt túl bonyolult, hát ugye agrárszakmai szervezetként a szakmai ismerettudáshoz rendelkezésre állt, a kapcsolatok megvoltak ehhez. Egész komoly logisztikai háttér kell ehhez, hiszen el kell juttatni ezeket a csomagokat a gyerekekhez, kell segíteni őket, a családjukat abban, hogy később kertészkedni tudjanak. Tehát van ebben a programban egy szaktanácsadó, akit meg tudnak majd keresni a későbbiekbe, tehát hogyha bármiféle növénybetegséggel, tápanyag problémával szembesülnek, akkor lesz, aki segít nekik. A 2011-15 közötti időszakhoz képest annyi a különbség, hogy most közvetlenül a családok igényelhetik ezt a vetőmagot. A korábbi 5 évben általános iskolák közreműködésével szerveztük ezt a programot, most nem, közvetlenül családok tudnak hozzá pályázni, és igazándiból a gyerekek, hiszen a gyerek van ennek a dolognak a középpontjában.
6-7 éves gyerek természetes módon nem tud egyedül pályázni, az anyukájának, illetve az apukájának kell kitölteni az elektronikus űrlapot, ami egy jelentkezési lap, viszont a gyereknek kell megdolgozni azért, hogy a betűmagcsomag megérkezzen hozzájuk, hiszen neki kell készíteni egy rajzot, vagy egy kézzel írott fogalmazást. A zöldségek, ami barátaink ezt a címet adtuk ehhez, ami a gyereknek erről eszébe jut. És hogyha elkészíti a rajzot, anyuka kitölti a űrlapot, akkor jó eséllyel meg fogják kapni a betűmagcsomagot. Felmérték, hogy mire van igény? Ugye a zöld borsót említette, ami megdobta ezt az egészet, és elindította az úton ezt a programot, de nyilván van egy csomó olyan növény, amely ma egy városi gyermek, de akár egy falusi gyermek számára is teljesen ismeretlen. Hát egyszerű dolgokat igyekeztünk beletenni ebbe a csomagba, aminek viszonylag kicsi a növényvédelmi igénye, kevésbé érzékenyek a betegségekre, és a gyerekek szeretik. Sárgarépát, friss hagymát, zöld borsót, még a céklát is tán, a gyerekek azért könnyedén megeszik. 9 féle zöldségnek a vetőmagja van ebben a csomagban. Beletettünk paradicsomot is például, úgy majd lesz egy külön segédlet, ami abban segít, hogy ezekből a paradicsom vetőmagokból legyenek kis palánták, és egy folyton növő paradicsomfajtával gazdagodjon a kis kert. Néhány tő paradicsom elég egy családnak ahhoz, hogy egész szezonba ellássa őket friss paradicsommal például. És hogy jutnak szakmai tanácshoz? Hiszen hát, van olyan szülő, a gyermek egészen bizonyosan nem tudja még, de bizonyosan van olyan szülő is, akinek segítségre van szüksége. Készülnek kiadványok, elektronikus kiadványok, amiket le tudnak majd tölteni a mi weboldalunkról, ami ehhez a programhoz kapcsolódik, abban elég részletesen és kimondott a laikusok számára lesz leírva az, hogy hogyan kell elvetni, gondozni az adott növényeket, egy termesztési segédlet, illetve van egy szakértő, ahogy említettem, aki hát online módon, tehát le kell majd fényképezni a növénybetegséget, illetve kártevőt, megnézegeti, és akkor majd fog válaszolni a föltett kérdésekre, ad javaslatot, hogy hogyan védekezzenek az adott betegséggel, kártevővel szemben. Ugye az én tapasztalataim azt mondatják velem, hogy ez egy sikersztori. Igen, végül is az. És nyilvánvaló, hogy nagyon fontos, hogy egyre inkább teret nyerjen. Most, ha Magyarországot tekintjük, akkor hány helyen juthatnak hozzá a szülők, családok ehhez a programban meghatározott magokhoz, segítséghez? Hát alapvetően bárki, hogyha bemegy a gazdaboltba, csak ott nem kap hozzá szakmai támogatást. Ugye ez egy kísérleti év, hiszen korábban általános iskolák közreműködésével zajlott ez a program. Ahogy mondtam, az idei évben közvetlenül a családok igényelhetik ezt a vetőmagcsomagot. Mi egy pici civil szervezet vagyunk, kevés erőforrással nem szeretnénk ebbe a dologba túl nagyot harapni, ezért kísérleti évként úgy döntöttünk, hogy 2 megyéből, Csongrád megyéből, az Alföldről, illetve a Dunántúlról, Fejér megyéből pályázhatnak csak erre a vetőmagcsomagra a családok. Aztán meglátjuk a tapasztalatukat, és hát van ígéret arra, hogy ha ez az esztendő sikeresen lezárul, akkor nagyobb volumenben tudjuk ezt a dolgot folytatni. Tehát Fejér megye ilyen szempontból kitüntetett helyzetben van. Köszönjük szépen minden mezőföldi nevében, hiszen ez nagyon-nagyon fontos. Hol lehet hozzájutni a magokhoz? Hogy kell pályázni? A szövetségünk weboldalán, a www.agria-y.hu weboldalon megtalálják a pályázati felhívást. Ez egy 4 oldalas anyag. Azt kérjük a szülőktől, hogy olvassák át alaposan. Abba bele van írva minden. Mi úgy gondoljuk, hogy minden kérdésre tudtunk válaszolni. Ugyanezen a weboldalon van egy elektronikus űrlap, amit ki kell tölteni. Hogyha azt kitöltötték, utána már csak e-mailbe el kell küldeni a gyereknek a rajzát lefényképezve vagy beszkenelve. Február 15-ig várjuk a jelentkezéseket. Március 8-ig eldől, hogy kikapnak vetőmagcsomagot. Alapvetően az időrendiség fog számítani. Tehát aki kitölti az űrlapot, elküldi a gyermeknek a rajzát, és a gyerek 6 és 12 éves kor közé esik, hiszen kisiskoláskorú gyerekek tudnak ebbe a programba bekapcsolódni, akkor jó eséllyel meg fogják kapni a vetőmagcsomagot. 500 vetőmagcsomagot tudunk a megyében szétosztani, és egyébként elkezdtek már jönni a jelentkezések. Múlt héten, csütörtökön 17-én hirdettük meg ezt a programot, másnap reggel 8:30 meg is érkezett az első jelentkezés. Seregélyesről érkezett Dorina és Anna jelentkezés. A Dorina 2011-es születésű, Anna 2013-as, úgyhogy 2 seregélyesi kislány volt a legelső jelentkező. Ma reggel néztem a statisztikát, ma reggelig 56 jelentkezőnk volt a megyéből, és ami nagyon-nagyon jó dolog, hogy ez 39 település.
Tehát sok helyről jelentkeztek. Székesfehérváron 12 jelentkező van, meglepő módon Dunaújvárosból csak egy, a maradék az pedig kisebb falvak. Gondoltam volna? Én nagyon bíztam benne, hogy ez sikerülni fog. Ugye 5 évig csináltuk már ezt a programot, nagyon jó érzés volt 5 éven keresztül ezzel a dologgal foglalkozni, tehát mi gondoltuk, hogy ez fog működni, hát meglátjuk, hogy meg összejön-e az 500. Az önök segítségével bizonyára nagy lökés kap majd ez a program. Azt szeretném én kérdezni, hogy illetve hát elmulasztottuk bemutatni ezt a szövetséget, az Agriát. Hiszen mondja, hogy egy fiatal szövetségről van szó, bár idestova ugye ez a program is 2011-ben indult, tehát azért ez nem annyira fiatal. Hát a szövetség maga az 22 éves, tehát 1996-ban alakult, egy generációs alapú érdekképviseleti szakmai szervezet a miénk. Nekünk kimondottan fontos tevékenységünk az, hogy szemléletformáló, a vidéki élettel, a mezőgazdasági életformával kapcsolatos kommunikációs programokat futtassunk. A Vesbene magad is az egyik ezek közül. Nagyszerű. Mennyien vannak? Ezért a fiatal gazdák az országban, vagy nem hozzánk kapcsolódók? A hozzá kapcsolódó, akik igénybe veszik az önök segítségét. Ez változó, hiszen ugye azt gondolom, mindenki tapasztalja, hogy nagyon nem szeretik az emberek a formális kapcsolódást. 3000 körüli fiatal gazdával vagyunk kapcsolatban az ország különböző részén. Hogyha a szakmát nézzük, én azt gondolom, hogy 9-10 ezernél nincs több fiatal gazdálkodó Magyarországon. Viszont nagyon fontos, hogy legalább ennyien vannak. Így van. Hiszen ez egy lépcsőfok, egyik oldalról nyilván használható tudást kapnak, a másik oldalon pedig olyan inspirációt, segítséget, amelynek segítségével értelemszerűen a legfontosabbat, tehát megbecsülik a földet. Így van. Viszont számtalan más programjuk is van. Én itt nézegettem, ez a Vesbele magad, ez nagyon jó, hiszen ez itt van velünk. Itt van nekünk, és köszönjük minden Fejér megyei gazda nevében. És akkor még egyszer majd, ez természetesen az a www.agria.hu weboldalat majd beszélünk, de nézzük meg a virtuális falu programot. Annál is inkább, mert hogy az Agrártárca, én azt tapasztalom, hogy minden eddiginél jobban támogatja a hasonló olyan programokat, amelyek segítenek, hiszen agrárország vagyunk, lehetünk, és a folyamatos megerősítése zajlik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a különböző szakmai szervezetek, ahogy önök is, illetve a szaktárca részéről nem különben. Nézzük ezt a virtuális falu programot, mert ez is egy nagyon érdekes. Ahogy olvasom, itt ez 2009-ben indult, igen, és ez is az önök egy olyan gondolat, saját fejlesztés. Igen, ez egy saját fejlesztés. A virtuális falu program, semmi köze nincs a számítógéphez, előre bocsátom. Hála Istennek, most ez egyszer azt mondom. Azért virtuális falu program, mert ennek a programnak a célja az, hogy kistelepülési közösségeket megerősítsen fiatalokkal. Ez nem egy agrárprogram, ez inkább egy vidékfejlesztési program. Ugye, hogyha nincsenek közösségek egy településen, akkor az a közösség gyengébb ahhoz képest, ahol működő, jól működő közösségek vannak. A közösségi életben is azt érzékeljük, hogy van egy nemzedékváltási helyzet. Tehát bizonyos közösségek például azért nem tudnak fejlődni, mert elfáradtak, megöregedtek már azok, akik szívvel, lélekkel, évtizedeken keresztül a hátukon cipelték az adott közösségnek az ügyeit. Hogyha fiatalok nem kapcsolódnak be a közösségi munkába, nem alkotnak ők maguk is közösséget kis településeken, akkor a kötődésük jóval gyengébb lesz az adott településhez, és könnyebben elvándorolnak. Tehát ez van ennek a dolognak a hátterében, hogy minél több gyökérrel kapaszkodik valaki az adott szülőföldjéhez, annál nehezebb őt onnan elmozdítani. Igen, hát az identitás nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy most, amikor tetten érhető, hogy a kis falvak kezdenek elnéptelenedni, bár hála Istennek ez fordítva is igaz talán, igen, Fejér megyében mindenképpen, amikor mindenki a városba igyekszik, és az agglomerációs övezetekben egyre kevesebb olyan, aki a gazdálkodást választja, és azt látjuk a középiskolások jelenlétében is, a mezőgazdasági szakiskolák is próbálnak toborozni egyre több gyermeket, akkor azt hiszem, hogy ez a program a másik, ami nagyon-nagyon fontos. Igen, és 2009-ben ebből a felismerésből indítottuk el ezt a programot. 2016-ban megnyertünk ehhez egy Európai Uniós támogatást az EFOP keretében. Most, amire pályázni lehet, az települési kisrendezvények, úgynevezett műhely találkozók lebonyolításához effektív pénz.
Nem nagy összegekről van szó, néhány 10 000 forintot tudunk adni, viszont nagyon könnyedén hozzá lehet ezekhez a pénzekhez jutni. Olyan speciális rendezvények ezek, amit fiatalok kezdeményeznek, az adott település döntéshozói, véleményformálói gyűlnek össze, és a helyi ügyekről beszélgetnek. Ehhez adunk mi forrást, hogy legyen terem, legyen pogácsa az asztalon. Adunk hozzá módszertant, segítünk abban, hogy ezek a rendezvények jól sikerüljenek. Főleg idősebb emberek számára újdonság az a fajta rendezvényszervezési módszertan, amit itt a fiatalok követnek. Egy nagyon aktív kommunikációra épülő módszertan ez. Tehát nem arról szól, hogy valaki kiáll és beszél embereknek, akik szimpla befogadóként meghallgatják mindazt, ami ott történik, hanem egy hasonló kerekasztal mellett formálódnak a gondolatok idős és fiatal, a református papa a foci edzővel együtt, meg a fiatallal gondolkodik azon, ami helyben fontos. Igen, hát a közösségi lét megtartó erőt, tudjuk ezt. Így van. És azok, akik ebbe a programba bekapcsolódnak, közösségek, az ő képviselőiket, fiatal embereket, pedig egy képzésen is tovább igyekszünk fejleszteni. Ez személyiségfejlesztő tréning is részben, másrésztről pedig az ő közösségi munkájukat segítő tréning, tehát hogy hogyan tudják a saját közösségüket a lehető legjobban képviselni, az ügyeit szervezni. És a végső célja ennek a programnak, ami most már azért lassan kezd megvalósulni, hogy a működő ifjúsági közösségekből, illetve olyan fiatalokból, akik közösségi tevékenységet folytatnak, egy jó hálózat jöjjön létre Magyarországon. Nagyon közel vagyunk már ahhoz, hogy ez a hálózat megfelelően tudja működni, hiszen az elmúlt 2 esztendőben már 43 településen több mint 70 rendezvény zajlott le. Hát remélem, hogy a mostani pályázati felhívásra is újabb települések jelentkeznek be, és tovább tud ez a hálózat bővülni. Nagyon jók ezek a képzések, hiszen egymástól tanulnak, ötleteket kapnak, megerősítik egymást, hogy az, amit csinálok, az máshol is értékes, hiszen te is hasonló dolgokat teszel, a problémáikat meg tudják egymással beszélni. Nagyon-nagyon jó kis közösség alakult ki. Ez az a virtuális falu. Egy elképzelt település, van is neve egyébként, úgy hívják, hogy Tószőlős, ne keresse senki a térképen, mert ott nem létezik, viszont a résztvevők mindannyian Tószőlős település polgárai. 43 települést említett. Milyen tapasztalataik vannak azon felül, amit itt elmondott, mert én láthatatlanban mondom, hogy az ötlet, a gondolat az megvalósult. Van-e gátja annak, hogy a későbbiekben ne csak a fiatalok, hanem a jószerűvel az egész falu bekapcsolódjék? Hát ez a cél, hogy a fiatal bekapcsolja a település egészét. Ezért kérjük tőlük azt, hogy a döntéshozókat, véleményformálókat nyerjék meg a saját ügyeiknek. Nagyon nehéz dolog ez, mert én azt látom, hogy idősebb emberek időnként félnek a fiataloktól, hiszen nem értik őket. Eleve gyanús, hogy állandóan valami képernyő van a kezükben, és azt babrálják. Olyan szavakat használnak, amit az idős már nem ért. Elbeszélnek egymás mellett. Ezek a rendezvények pontosan arra jók, hogy ezek a gátak, ezek a falak leomlanak. Egy 18-19-20 éves gyerek adott esetben soha az életében meg sem szólította mondjuk a polgármestert, mert nem volt vele dolga. Egy 3-4 ezeres településen valaki le tud úgy élni 20 évet, hogy nem kell a polgármesterrel vagy a jegyzővel neki bármilyen ügyet intézni, hiszen a szülei elintézték helyette. Igen. És ezek olyan szituációk, amikor talán jobban megértik egymás munkáját, tevékenységét, célját, nagyon jó dolgok jöttek ebből ki, tehát vannak ebben sikertörténetek is, én azt látom. Éppen a Nagyhegyes, az egy Hajdú-Bihar megyei település, ott például ennek köszönhetően kaptak a fiatalok helyet, a polgármester úr fölfogta, hogy ez egy nagyon jó dolog, támogatta őket, segítette őket, abba a közösségi háznak egy részét kialakították, kimondott a Rifi klubnak, csak ők használják. Egy másik megyében, egy másik közösséget gyakorlatilag a megszűnés széléről rántott vissza ez a program, hiszen az ő fiataljaik, akik ebben a közösségben jelen voltak, elmentek erre a képzésre, föltöltöttek, hazavittek olyan ötleteket, ami az idősödő kollégákat is átlendítette egy nagyon nehéz perióduson, és újra elkezdett szárnyalni az ő munkájuk. Tehát időnként nagyon-nagyon apró dolgok elegendőek ahhoz, hogy egy jó dolog elinduljon. Tehát ez egy remek dolog mindenképpen, mondom én, mert hogy egy település nem csak az minősít, hogy miként becsüli meg egy közösséget, az időskorúakat, a szépkorúakat, hanem az is, hogy miként tudja megtartani a fiatalokat. És ez a program nagyszerű. Mint ahogy az a vidéki kaland, No Man's Tonen, benne van a névben, kalandprogram. Ez valódi kaland, mert ahogy itt kiolvasom belőle, hogy pályázhatnak fiatalok, akik bekapcsolódhatnak egy családi gazdálkodói körbe, egy olyan család vendégei lehetnek bizonyos ideig, akik a mezőgazdaságból Igen. élnek, tesznek érte, legyenek növénytermesztők, állattenyésztők, ez ebben az esetben mindegy. Tehát elindulhatnak akárhonnét,
és megérkezhetnek az eredendőhöz, mondom. Így van. Ugye a program neve Vidék Kaland, mert a vidék maga a kaland. Amikor ezt kitaláltuk, szerénységem találta ki, 2011-ben a kollégáim közül senki nem hitte el, hogy erre az alapötletre, hogy valaki egy hétig elmegy ingyen dolgozni vidékre egy fiatal gazda által működtetett gazdaságba, hogy erre lesz akár egy jelentkező is. Minden évben többszörös túljelentkezés van. Ugyanis ez arról szól, hogy akit érdekel, az maga is megtapasztalhatja azt az életformát, amit egy gazda él. A célcsoportja, akiket hívunk ebbe a programba, olyan emberek, akik nem mezőgazdászok, és nem is akarnak mezőgazdászok lenni, viszont érdekli őket a gazdák élete, a vidék életforma, a mezőgazdaság. És ők lehetőséget kapnak arra, hogy egy hétig egy gazdálkodói család életébe bekapcsolódva, az ott zajló munkát végezve napi szinten, egy kicsit képet kapjanak arról, hogy mit is jelent. Nem arról van szó, hogy belőlük földművest kívánunk nevelni, nem. Sokkal inkább tanulják meg és becsüljék meg azokat az értékeket, amelyek a embertársaik életvitelszerűen, igen, hivatásszerűen így van, tesznek. Így van. Nagyon érdekes dolog, mert 2011 és 16 között működött ez a program. 170 körüli ember volt benne, akik kalandorként, ahogy mi nevezzük őket, kalandorként részt vettek ebben a programban. Közülük 80 mezőgazdászok lettek. Ez egy ilyen hozzáadott érték volt, egy ilyen bónusz eredmény ebben a programban, de ez nem volt cél, de látszott, hogy őket azért megfertőzte az az életforma, az a millió, amiben belecsöppentek. A többiek azért nem akartak mezőgazdászok lenni, legtöbben arra panaszkodtak, hogy vannak olyan izomcsoportjaik, amikről eddig nem is tudtak. egy hét munka után. Ez fáradtság az érdekes dolog. Igen, tehát pláne egy ülőmunkát folytató embernek egészen fura dolog, hogy reggel föl kell időbe, és akkor késő estig valamiféle fizikai aktivitást végez. Miként segíti önöket a szaktárca, illetve vannak kapcsolódási pontjaik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, Magosszal és a többiek. Azt olvasom itt, hogy a programok fővédnöke, illetve az egyik program, azt hiszem, hogy a Vesd bele magad program fővédnöke Nagy István miniszter úr. Miniszter úr, aki mondotta, jó a kapcsolatunk, már egyetemi oktató korától kezdve nyomon követi a mi tevékenységünket, államtitkárként is nagyon sokat segített abban, hogy a mi ügyeink haladjanak előre, hát amióta miniszter lett, azóta pedig különös figyelmet fordít mindarra, amit az Agria csinál. Nekünk a szakmai szervezetekkel jó az együttműködésünk, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával egy másik programcsomagot szervezünk közösen, ennek az a neve, hogy Fiatal Gazda Program, hát nem túl eredeti a program neve, de talán jól tükrözi azt, hogy kimondottan a professzionális mezőgazdászoknak szóló projekt ez. Ebben van két rendezvénysorozat, az egyiknek az a neve, hogy Fiatal Gazda Klubok, a másik az Egyetemi Fiatal Gazda Klubok, az egyiket a gyakorló fiatal gazdáknak, akik már önállóan tevékenykednek, a másik rendezvénysorozatot az agrárfelsőoktatásban dolgozók számára szervezzük, és ebben a programcsomagban is lesz kettő szemléletformáló tudását adó program, az egyiket úgy hívják, hogy Így neveld az álmaidat, ez egy vállalkozói készségfejlesztő projekt, a másik program pedig az Apró Léptekkel program. Ez azoknak szól, akik nagyon szeretnének mezőgazdásszá válni, de iskolát nem akarnak, vagy nem tudnak elvégezni, viszont megpróbálnák otthon a háztáiba. Aztán lehet, hogy majd tovább fejlődik ez a dolog, de nem tudják, hogy hogyan induljanak el. Nekik lesz ez az Apró Léptekkel program. Ez a két utóbbi program, ez ősszel indul. Nos, zárjuk keretbe a történetet. Ugye azzal kezdtük, hogy a Vesd bele magad program, amelynek fővédnöke ugye Nagy István miniszter úr, egy kiváló lehetőség arra Fejér és Csongrád megyében, hogy olyan pályázatok szülessenek, amelyekből 30 négyzetméter alapterületű zöldséges kertet tud a család fenntartani, és számítanak a töpörtjükre és a szüleikre is. Igen. Most így a végén invitálja meg azokat, akik még gondolkodnak ezen. Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy vidéken élni jó. Én ezzel szoktam zárni a mondandómat. Meg kell tapasztalni, el kell menni. Bele kell kóstolni ebbe az életbe, és akkor az ember nem vágyik annyira a nagyvárosba. Köszönöm, hogy megtisztelt, és bízom benne, hogy fogunk tudni még találkozni és beszámolni a Fejér megyei program sikeréről, mert nincs kétségem felőle, hogy ez egy sikersztori lesz ismét. Köszönöm szépen. Köszönöm a biztatást. Köszönöm, hogy megtisztelt. Kedves nézőink, három nagyszerű programról ejtettünk szót Mikula Lajossal, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének ügyvezető elnökével, a Vidéki Élet Fiatalok Vidéken program keretében van a Vesd bele magad program, aztán lapozom itt gyorsan, hogy még melyek ezek, a vidék kaland, illetve a virtuális falu program. Ha még
nem döntöttek, hogy mit szeretnének csinálni, én azt javaslom, hogy jelentkezzenek, vegyenek részt ezekben a programokban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!